Az epizód elkészültét a Phoenix Csarnok és az Elsőpesti Egyetemi Rádió támogatta. Odaben, hatodik rész. Bűntudatból, szerelemből. Az epizódot Illyés Balázsnak és Szigeti Patriknak ajánljuk. A tanácsnök igen szoros és kötött a menetrendje. Micsoda idióták! Majdnem egy teljes nap előnyt adni nekik, csak így! Ha emiatt nem találom meg azt a kis égi rohadékot, én esküszöm, hogy... Még néhány korty, és eljutok arra a szintre, hogy ma este sem fog hiányozni Jumbo. Sem Max. Húzz a faszba! Mondom, húzz a faszba! Ne kelljen kimennem! Mit akarsz? Jó estét, asszonyom. Ne haragudjon, hogy zavarom, de hallottam, hogy csapatot toboroz a hajtóvadászathoz. Na és? Szeretnék csatlakozni. Már bocs. De szerintem fegyvert sem tudsz ragadni azokkal a karmos izékkel, amik a kezeden vannak ujjak helyett. Ha mégis, hallgass rám, és inkább várd meg, amíg kipejhedzik a kis pöcköd felett. Asszonyom! Na húzz innen, amíg szépen mondom, pöcök! Ászkál! És tisztelettel, de nem fogadhatok el nemleges választ, Déva. Miért olyan fontos neked, hogy velünk gyere? Vissza kell szereznem a becsületemet. Hidd el nekem, Laráv kölykeként az az utolsó dolog, amire valaha is szükséged lesz. Éppen anyám miatt fontos, hogy kiköszörüljem a családom becsületén esett csorbát. Ha már én voltam az, aki mellett kiszökött az égi és az abszorb. Ez az egész törzsről elmondható. Képzett harcosok sem tudták megállítani őket. Komolyan gondolod, hogy rajtad múlt a dolog? Nem voltam elég éber. Becsüld meg, ami most következik, mert olyat csinálok, amit nem szoktam, és megpróbálok kedves lenni. Senki le sem szarja a becsületedet, pöcök. Nem a te hibád, hogy megszöktek. És ne is álmodj róla, hogy magam ellen fordítom a tanácsot azzal, hogy magammal viszlek, miután az anyád kedvéért vért húgyoztak a gyógyítóink, hogy talpra állítsanak. De... Most pedig húzz a picsába és hagyd pihenni! Nem voltam érthető, te kis pöcs! Mondtam, hogy húzza! Ó, Kalin! Déva, ne haragudj, hogy ilyen későn zavarlak, de tudom, hogy nem sokára kivonulsz. Csak azt nem mondta, hogy te is velem akarsz jönni. Nem, nem, dehogy. Egy szíveséget szeretnék kérni. Hallottam, hogy elfogtátok az égit, aki megölt az én lánkaszomat, és... Az ki van zárva? De Déva... Kalin, felejtsd el! Azt mondják, magához tért, és... Kik mondják? Nem számít. A lényeg, sok hogy... Sok pletykás féreg. Ezért tartunk ott, ahol. Csak a szemébe szeretnék nézni, ennyit kérek! A szemébe akarok nézni, és... És mi? Mégis mind változtatna az? Feltámad tőle, Lankasz? Sajnálom, Kalin, de túl sokat kérsz. De ennyi jár nekem! Azok után, amit a bátyáddal tett... Nem mert kijátszani ezt a kártyát! Nem leszek engedékenyebb veled, csak azért, mert a testvérem nőül vett. Sajnálom. De mindenkit elvesztettem. Először Lankaszt, aztán pedig Meroldát. Na jó, gyere ide, hagyd abba. Nyugi. Sajnálom, csak Merálda egy igazi csoda volt, egy kis angyal, aki mégis hogy tudta bántani bárki is. Tiszta takony lesz a ruhám, hagyd már abba, hallod? Sajnálom. Elviszlek hozzá, jó? A szemébe nézhetsz, ha akarod. Nagyon köszönöm, Déva. Örökké hálás leszek ezért. Csak essünk túl rajta! 99. 100. Na végre! A két ribanc, akit rendeltem. Ráadásul az egyiket ismerem is. Mi tartott ilyen sokáig, Szivi? A Marsról hoztad a kis barátnődet? Mindjárt bemegyek, és a kurvammá teszlek, te féreg! Nem bírnál velem, Szivi. Épp a mai hatodik százasomat nyomtam le, hogy a farkamról le is beszéljünk. Ebből elég volt. Látom, tetszik, amit látsz. Kicsit öreg vagy, de majd elképzelem, milyen lehetél fiatalon. Gyere be, és megmutatom, milyen, mikor egy igazi férfi rendez le.
Sosem felejted el. Megölted a férjem, te rohadék! Arra se vagy méltó, hogy megcsókold a talpanyomát, hogy nyomába se érsz. Ó, ezt azért vitatnám. Nem, hogy a nyomába értem, de mögé lopóztam és elvágtam a torkát. Mármint van rá esély, hogy így történt, de az is lehet, hogy csak simán hátba lőttem. Nekem, ti festett kezűek, mindegyformák vagytok. Ez az. Erről van szó. Felőlem megoldhatjuk a rács két oldaláról is, de azért egyszerűbb lenne, ha bejönnél. Na, vezessük le ezt a szexuális feszültséget. Beszállhat a kis barátnőd is, vagy nézheti, ahogy akarjátok. Nem vagyok semmi jónak az elrontója. Kali, menjünk. Menj csak! Majd kiverem a férjed emlékére. Csodás nap volt, csak úgy hullott a fajtátok. Jobb, ha mentek, már érzem, hogy tódul lefelé a vér. Csak úgy... Mégis mit? Normális vagy, bazd meg? Veszélybe sodrod a hajtóvadászatomat? A tanács azt fogja hinni, hogy benne voltam ebben a szarban. Így nem fognak elengedni. Mi a... Egy kis... Mikor fogjátok már fel, hogy a földkorszaki szarjaitok semmire se jók ellenem? De hát nyakon szúrt. Eltalálta az ütőeredet. Ömlött a véred. Ostoba vadember. Vér, ütőér, hús. Képtelenek vagytok ezeken túllépni, mi? Hiába is magyaráznám. Megragadtatok ebben a posványban, és nem tudtok tovább lépni. Ezek az ostoba vademberek tartanak most fogva. Gratulálok. És mire mentek vele? Nem vártattok nekem? Én csak időt vesztek, amiből, mikor legutoljára néztem, még volt. Már csak igen. Végtelen! Mozdulj már, Kalin! Sajnálom, Deva. Várj! Mit akarsz? Mikor indulsz Atiasz után? Honnan tudod, hogy... Mindegy, semmi között hozzá. Az a helyzet, hogy valamennyi mégis van. Nélkülem esélyed sincs megtalálni. Még ha ez igaz is, amit kétlek, szerinted komolyan magammal vinnélek azután, hogy legutóbb beállítottad a Föld megmentőjének? Más-más okokból, de mindketten meg akarjuk találni. Fogd fel úgy, hogy félig egyeznek az érdekeink. És honnan tudod, hogy merre mentek a királynővel? Egyelőre fogalmam sincs, de lesz, ha visszaadjátok a cuccaimat. Remélem, még nem szedtétek őket darabjaikra, hogy karkötőt vagy totemet készítsetek belőlük. Az lesz a legjobb, ha maradsz. Amíg a kis megváltódat keresem, legalább lesz időm gondolkodni azon, miként ártsak neked. Ha nem jut jobb eszembe, levágom a golyóitat. Kíváncsi vagyok, visszanőnek-e? Gondolkodj, te ostoba picsa! Mindjárt itt az újabb napkitörés. Ha a pusztaságban vagy, mikor beüt, esélyed sem lesz. Kedves, hogy aggódsz értem, Égi. De nyugodj meg. Van egy terve. Utolsó napi rendi pontjához ért a festett kezűek tanácsa. Maruk lánya Deva kért személyes meghallgatást a nemrég megszökött égi fiú kapcsán. Igmond, Dervi, engedjétek be! Üdvözlöm a tanács bölcs tagjait! A bölcsvarak arra kíváncsi, pontosan miért is járultál a tanács elé? Tényleg érted, amit mond, Larav? Efelől mindig is voltak kételjeim. Igmond, Dervi, én a helyetekben megnézném közelebbről, hát ha csak maga alá szart. Deva, ha képtelen vagy magadra ölteni legalább a kellő tisztelet látszatát, akkor itt be is fejeztük a beszélgetést. Mindketten tudjuk, miért vagyok itt, Larav. De ha mindenképp ragaszkodsz a formaságokhoz... Ó, bölcsek és összegyűlt hallgatóság, halljátok szavam! A néhai Jumbo és jó magam már az első pillanattól kezdve figyelmeztetni próbáltuk a festett kezűek nemes népét arra, hogy még egy fogságba esett égit sem szabad lebecsülni. Mi rögtön az Atiasz nevű kívülálló azonnali kivégzését követeltük, de a tanácsot még egy ártatlan gyermek brutális meggyilkolása után is csak küzdelem általi ítélet kirovására lehetett rávenni. Mint tudjuk, ez is súlyos következményekkel járt. Remegjenek hát a teremfalai az elesettek nevétől! Jumbo! Marx! Meralda!
Az ő haláluk mind a tanács lelkén szárad. Vigyétek ki innen! Kinemerjék! Kinemészeljétek! Hallani akarjuk! Hagyják beszélni! Hallani akarjuk! Marsz! Csúmo! Megállam! Marsz! Csúmo! Megállam! Marsz! Csúmo! Megállam! Tényleg így gondolod, Varad? Igmond, Dervi, hagyjátok! Megértem a dühöt, amit a gyászod táplál, de figyelmeztetlek, innentől válogasd meg a szavaid, lányom. És most halljuk végre, miért járultál elénk. Az embereimmel a kölyök és az abszorb után akarunk menni. Nos, bár a tanács tagjai elítélik a vérontást, mindazonáltal tiétek az áldásunk, mehettek utánuk, ha úgy tartja kedvetek. Remek. De fegyverek is kellenek. Méghozzá égi fegyverek. Nekünk nincsenek. Ugyan már, Láráv. Ne húzzuk egymás idejét. Tudok a keltetőről. Mindenki kifelé! Hallottátok, Aragot? Mindenki kifelé! Igmond, Dervi, ti is! Attól, hogy hallottad ezt a szót, még fogalmad sincs, mit jelent. Fogadd el, Láráv, hogy tudok a csoda fegyveretekről. De kérdezzetek nyugodtan, ha tesztelni akartok. Miként szereztél róla tudomást? Arról, hogy meg akarjátok támadni az égieket, miután visszatérnek a következő napkitörés után? Nem csak a tanácsnak lehetnek beépített emberei, Szolonex. És mi gátol meg minket abban, hogy megakadályozzuk, hogy valaha is elhagyd ezt a termet? Szerinted lettem volna olyan hülye, hogy biztosíték nélkül ide jövök? Déva, tudom, hogy gyűlölsz engem a szüleiddel történtekben játszott vélt szerepem miatt, de... Vélt szerep? Ezt nem mondod komolyan, te kurva. Tudom, hogy te és a csapatod meglehetősen szabad szelleműen értelmezitek a kezünket borító vörös festék eredetét. De hidd el, nem a hivalkodás a rítus lényege. Épp ellenkezőleg, emlékeztetni hivatott minket az ártatlanságunk elvesztésére. Mindarra, amit tenni kényszerültünk, hogy a törzsünk életben maradhasson. Tegyél le a bosszúról! Ilyen sok év után ennyivel tartozol magadnak! Komolyan vehetőbb lett volna, ha ezt nem azután mondod, hogy megfenyegetsz, csak hogy tartsam a pofám. Déva! Csend legyen! Lara, adj meg neki minden, amire szüksége. Igenis, Szolonex. Hosszú ám a lista. Kellenek lézerfegyverek, meg egy ágyú a királynő ellen, védőruhák, legalább egy Solaris sátor. Viszont van egy feltételem. Maruk lánya, Déva. És pedig? Magaddal kell vinned az égit. Az ki van zárva? Veszélyes. Emlékeztet valakire. Itt nem maradhat. Nem lehet megölni. Tudok volna. Egyet több ok, hogy minél messzebb kerüljön innen. Szolonex, értsd meg, hogy segíteni akarom. Nem itt a tárgya. És most gotolj innen. Fáraszt a sok beszél. Déva! Tudok róla, hogy Ascal nálad járt, hogy veled akar menni az utadra. Remélem, világosan a fiam tudtára adtad, hogy erről szó sem lehet. Hát persze, Láráv. Milyen szörnyetegnek nézel te engem. Sosem rángatnék magammal egy hozzá hasonló szegény párát egy ehhez hasonló veszélyes küldetésre. Minden esetre tudd, hogy Kalin bánja, ha megpróbálsz átverni. Az utolsó élő rokonodról beszélek, ez csak jelent a számodra is valamit. Hisz tudod, hogy mindenem a család. Mi a fasz? Csak 8-ra kértem ébresztést. Jó hírem van, Égi. Elhagyhatod a cellát. Végre. Akkor ez azt jelenti, hogy... De a golyóid nélkül. Mit beszélsz, te elmebeteg ribanc? Fogjátok le! Maradj már, veszteg! Kurva anyátok! Engedjetek el! Hozzá te érjetek, kibaszott vademberek! Húzzátok le a nadrágját! Nocsak, ahhoz képest, hogy valószínűleg egy istennek gondolod magad. Hát, ti mit gondoltok? Hát, nem mondanám, hogy isteni látvány. Kurva hideg van itt. Hát, hogy ne? Tartsátok erősen. Mi a fasz csinál ezt?
Tudod mit? Meggondoltam magam. A pofázással jobban zavar. Feszítsétek szét a száját! Saját varakunk! Kössétek be a szemét, hogy véletlenül se láthasson semmit, és vigyétek ki a kapu elé. Hamarosan megyek utánatok, de előtte meg kell keresnem valakit. Déva? Pöcök, komolyan? Ez szó szerint az utolsó hely, ahol keresnék egy fiatalt. Mit csinálsz te itt? Szeretem a kápolnát. Itt egyedül lehetek. Tehát nem egy szent fazék vagy, egyszerűen csak ide menekülsz a világ elől. Hát azért hiszek is. Például a férfiban a kereszten. Ülj már le! És mi a sztoria? Mármint minek? A keresztre feszített férfinak, akiről az előbb meséltél. Hát, anya néhány éve talált egy régi könyvet. Elég rossz állapotban volt, de ha jól vettük ki belőle, ez a férfi volt Isten egyetlen fia. Isten teremtette az egész univerzumot, szóval gondolom mindenre képes volt, de valamiért az egyetlen fiát mégis leküldte ide a földre, hogy jobbá tegye a világunkat. Erre az emberek megölték, mert nem hittek neki, ő meg hagyta nekik. Feláldozta magát, hogy vezekeljen a mi bűneinkért. Te jó ég, ekkora baromságot még életemben nem hallottam. Akkor mit keresett rajta az a fekete feszülős bőrruha? Micsoda? Anyád és én is kislányok voltunk, amikor a klánok beköltöztek a plázába. Akkoriban ez a hely, amit most te kápolnának hívsz, tele volt faszokkal. Faszokkal? Faszokkal. Műanyagból, fémből, meg tudom is én mikből kiöntött faszokkal. Az életnagyságú csávó a kereszten meg valami bizarr bőrruhát viselt. A nagyapád kipakoltatta a termet, és a tanács fejeként parancsba adta, hogy minél több vallásos szírszarral tömjék tele az egészet. Így lett belőle kápolna. A keresztet meg a bábút viszont nem tudták leszedni a falról, szóval leráncigálták róla a bőrszerkót, és egy ágyékkötőt tettek rá, hogy letakarják a farkát. Ahogy a színét elnézem, azóta is ugyanazok a rongyok vannak szerencsétlenen. Erre nem tudok mit mondani. Mindegy, igazából nem is érdekes. Inkább azt áruld el, hogy miért akartál csatlakozni hozzám. Mint mondtam, a családom becsülete... Nem találkoztam még olyannal, aki egyedül a családja becsületéért kockáztatta volna az életét. Ilyet általában két okból tesz valaki. Bűntudatból, vagy szerelemből. Meralda. Mi van vele? Őt akarom megbosszulni. Ismerted őt? Jobban ismertem bárkinél. Nem volt nála tisztább lelkű ember a Földön. Ti ketten... Mi? Nem. Dehogy. Mármint el tudom képzelni, hogy néhány év múlva, ha idősebbek lettünk volna, de... Ő volt az egyetlen, aki nem nézett rám undorodva. Aki nem csak muszájból töltött velem időt, akit nem érdekelt, hogy ki az anyám, vagy ki volt a nagyapám, aki nem tartott tors szülöttnek. Szörnyű igazságtalanság, ami történt vele. És mit akarsz kezdeni ezzel az... igazságtalansággal. Hát ez? Az égi lándzsája. Ott hagyta a testem mellett, amikor beütöttem a fejem. A saját fegyverével fogok végezni vele. Nyugi, pöcök. Komolyan mondom. Nem érdekel sem az anyám, sem a tanács, sem pedig a te... Rendben van. Mi? Velünk jöhetsz. De hát nemrég még azt mondtad, hogy... Az előbb úgy tűnt, nem igazán érdekel ki, mit gondol, vagy mond. Mert nem is. Akkor 15 perc múlva várunk a kapunál, ahol az égi és a királynő kiszöktek. Engedélyt kaptatok, hogy elhozzátok Balázst? Hát valaminek húznia kell a lézerágyút, meg hurcolnia kell a sátrat. Elég a baszakodásból! Molocs! Lepsen! Ti kezdjetek el nyomok után kutatni, hogy legyen fogalmunk, melyik irányba induljunk. Orel, te pattanj fel Balázsra, de vigyázz vele, elég szeszélyes tud lenni. Pöcök, te fogd az égi láncait és vezest szépen. Ha nem bírsz vele, majd Balázs után kötjük. Hús legyen, indulás! Élor, gyere ide egy szóra. Igen, Déva. Nézd, mindaz, amit a csapatunkért tettél. Sosem leszek képes meghálálni.
Az, hogy összefeküdtél Varákkal, csak hogy megszerezd a tanács terveit. Itt akarsz hagyni, mi? Muszáj lesz. Egy nagyon fontos feladatom van a számodra. Keresd meg Kalint, és repíts egy golyót a fejébe. Tégy róla, hogy ne szenvedjen. Ha lehet, fel se fogja, hogy mi történik. Rendben. Meg sem kérdezed, hogy miért? Gondolom, Larav nem lesz elragadtatva, mikor rájön, hogy a kicsi fia veletek ment. Ez még mindig jobb lesz Kalinnak, mint a hosszú napokon keresztül kínoznák. Elor! Két golyó van a tárban. Jó vadászatot, Déva. Itt megállunk. Szerintem tovább akar menni. Senkit sem érdekel, mit akar. A foglyunk azt csinálja, amit mondunk. Itt letáborozunk és tüzet gyújtunk, hogy molokszék könnyebben ránk találjanak. Éjszaka úgysem jutnak semmire. Mindjárt jobb. Így legalább tudja a helyét. Még sosem voltam ennyire messze a bázistól, pláne nem éjszaka. Aha. Hangulatos ez a tűz. Esetleg énekelhetnénk anyával vacsora közben néha... Kivételesen egyet kell értenem a szarházival. Nem éneklünk. Elmegyek pisálni és megnézem, Orel bealudt-e őrködés közben. Addig vigyázz a tűzre, pöcök. Honnan tudja? És hogy tud beszélni, hisz kivágták a... Mindig meghallja. Gyorsan. Egy gép, vagy valamit, és megoldom, de... Az kizárt. Te is látod, mennyire nem normális ez a ribanc. Ha megtaláljuk a fiút, egyből megöli. Na és? Átiász, az egyetlen esélyünk arra, hogy ez a bolygónak csúfolt fosgolyó megmeneküljön. Megölte a legjobb barátomat. Hadd mondjak valamit, kölyök. Nem állítom, hogy ismerem a srácot, de töltöttem vele elég időt ahhoz, hogy kimerjem mondani, nem verné szét egy ártatlan kislány fejét. Márpedig ez történt. Déva rajta kapta, mikor menekülni. Az egy dolog, hogy nem te vagy a legpontosabb lézervető a fegyvertárban, de tényleg nem látod, hogy... Ne hagyd, hogy fejedbe másszon, pöcök! Baszd meg! A fog sokkal lassabban nő vissza. Látom, visszahozta az abszorban nyelvedet. Ideje, hogy újra elvigye. Találtunk egy sírt. Nemrég áshatták. A kölyök apja van benne. Vezessetek oda. Molox! Szerintem itt az ideje, hogy beismerjétek, rohadtul fogalmatok sincs, hová tartunk, mióta tovább jöttünk a sírtól. Már ibolya színű az ég, hamarosan jönni fog a napkitörés. És azt sem tudjuk, hol vagyunk. Mi lenne, ha befognád a lepcses pofádat? Balaszátáról könnyű az észt osztani. Most miért mondod ezt? Egyáltalán nem könnyű egy ekkora állatot kordában tartani. Akkor cseréljünk egy kicsit. Hé! Én tudom, hol vagyunk. Na, kinyögöd még ma? Látjátok azt a halmat? Azok ott abszorbok voltak, még ki nem nyírtam őket. Közvetlenül azelőtt, hogy elkaptatok. Ez akkor mit jelent? Hol vagyunk? Közel az ötös számú fegyverelosztóhoz. Logikusnak tűnik, hogy erre jött, ha oda akar visszajutni, ahonnét indult. De kurvára fogalmunk sincs, hogy tényleg erre jött-e? Mert órák óta kihűltek a nyomok. Mi lenne, ha... Mi a f... Úgy látszik, nem végeztél elég alapos munkát, Égi. Az egyik abszorb vemhes volt, és most megszületik a picikéje. Még sosem láttam ilyet. Mintha nem is kijönne, hanem inkább kiszakadna belőle. Mindjárt hányok! Orel, izdítsd a lézerágyút! De Déva, hisz még csak egy... órákat kell száradni a napon, mire egyáltalán lábra tud állni. Ne beszélj úgy róla, mintha ember lenne, már nem az! Ezzel vitatkoznék. Pont te, hisz te lőtted szét az anyját. Orel, indítsd el azt a kurva ágyút! Legalább leteszteljük, mennyire lesz hatásos a királynővel szemben.
Déva, lehet, hogy ezt nem kéne. Csináld! Én meg tudom találni Atiaszt. Mondtam már, hogy felejtsd el! Miről beszél? Volt az elkobzott cuccaim között egy eszköz, amivel be tudom mérni. De ez a hibbant picsa nem akarja visszaadni. Tényleg érdemes lenne megfontolni. Szó sem lehet róla. Lehet, hogy riadóztatja majd a többi égit. Emiatt nem kell aggódni, Szivi. Pont azt akartam, hogy az égiek halottnak higgyenek. Engem is, meg a kölyköt is. Miért akartad, hogy... Hosszú történet, és erre most nincs időnk. Déva, add ide a táblagépem. Onnan veszed, hogy egyáltalán magammal hoztam. Attól, hogy egy őrült picsa vagy, még nem vagy hülye picsa. Nincs más választásunk, Déva. Ha bármivel is próbálkozol... Nem fogok. Gondolom túl nagy kérés lenne, hogy vegyétek le a csuklómról a láncokat. Eltaláltad. Siessünk, hölgyem, hogy még elérjük az utolsó űrsiklókat. Nem, uram, köt a titoktartási szerződés, senki nem fog tudni erről. Szeretne közben a szemembe nézni? Szerintem szóljon rá a lányára, hogy ne kóstolja meg. Semmi baj, uram, semmi szégyelnivaló nincs a korai. Semmi baj, uram. Picsába, visszaugrottam. Vigyázzom. Sietnünk kell a fegyverelosztó központ. Igen, megoldható, hogy ide hívjak még három amandát. Nem, nincs nemi preferencia. Na jó, ebből elég legyen. Add vissza azt a szart! Várj már! Tegye, amit mond! Ha így folytatod, hamarosan kiérdemled, hogy ne hívjalak többé pöcöknek. Amanda, tisztáztuk már, hogy nem szimpla látogató vagyok. Én pedig nem őslakó vagyok. Tessék! A nevem Atias Kovacs. A kalisztói nagykövet Xavier Kovacs fia vagyok. Megmondtam! Feltöltök egy kódsort, és... Amanda, hátrálj néhány lépést. Van számodra egy kis feladatom. Miben lehetek a segítségére? Elküldök neked egy koordinátát. Vidd oda a fiút. A fickót pedig öld meg. Nem kellenek szemtanúk. Ez ellentmond az alapkódomnak. Nem bánthatom a park egy vendégét sem. A kecibe. Az alapkódját nem tudom átírni. Mit hadovál ez itt össze? Fogalmam sincs. Valakit ki akar nyíratni. Ennyi biztos. Mi lenne, ha... Jól értem, az a baj, hogy nem tudja bántani, mert égi, igaz? Igen. És ha elhitetné vele, hogy nem égi? Egy bárdulatlan vademberhez képest nem is vagy olyan hülye. Na végre, Amanda. Hol voltál? Kéne egy kis segítség. Úton vagyunk a megbeszélt helyszínre, uram. Ne aggódjon, nem hagyom, hogy a fiúnak bármi baja essem. Helyes! Miért törte össze? Mert így mostantól tényleg szükségünk lesz rá. Fiúk, kezdjétek el felállítani a Solariszt, és vegyétek elő a szkafandereket is. Ha nem sietünk, ropogósra sülünk a napon. Ászkál, te gyere velem! Elismerem, ez okos húzás volt, égi. De egy valamire nem gondoltál. És pedig? Hogy téged legalább annyira utállak, mint a kis védencedet. Engedjetek be! Éget! Biztos jól oda kötöztétek ahhoz a fához? Mondtam, hogy igen. És most kus legyen, aludjatok! Aludni? Ugye csak viccelsz? Alig van itt hely. Balázs nagyon bűzlik. És ráadásul hiába húztuk fel a védősátrat, meg hiába viseljük ezt a kurva szkafandert. Szinte érzem, hogy bizsereg a bőröm. Valószínűleg, mert sem a szkafander, sem a sátor nem nyújtanak teljes védelmet. És ezt ennyire nyugodtan mondod? Ez egy egyirányú út, seggfejek. Azt hittem számotokra is egyértelmű. Számomra az volt. Aludjatok, és ne aggódjatok olyasmin, amin úgysem tudtok változtatni. Amara... Éva... Sajnálom... Annyira sajnálom... Ébresztő seggfej! Éhetetlen. Az egész testet tele van égési sérülésekkel. Ömlik a vér és genny minden pórusomból. De élsz! Alig. Helyes. Így legalább nem állsz az utamba, amikor elkapjuk a kölyköt. Majd meglátjuk. Ígéretet tettem. Atiasznak életben kell maradnia.
Csak egy mód van rá, hogy kiderítsük, mi lesz a kölyök sorsa. Mutasd, merre van! Látod azokat a távoli lankákat? Amögött. Oda vitettem az androiddal. Fiúk, ébresztő! Sátorbontás! Itt vagyunk. Hol van? Az a földbe vájt fémajtó. Ott a fák és az épületek között. Orel, izdítsd az ágyút! Molox, Lepsen és Askál, fegyvereket elő! Fedezzetek, de közben tartsátok szemmel az égit. Legyengült, de még mindig nem bírjuk megölni, szóval veszélyes lehet. És te mit csinálsz? Páholyból köszöntöm a rég nem látott kis barátunkat. Balázs nagyon rossz bőrben van. A sugárzás elkezdte kikezdeni a... Hussolj és tüzelj végre! Gyerünk, Balázs! Gyerünk! Hiányoztam, picikém. Szarul nézel ki, de úgy látom, az abszorb cimborádat még nálad is jobban megviselte a kis belépőnk. Ne, Édua! Ó, hát nem, aranyos. Még nevet is adtál neki. Mondjuk az a lyuk az oldalán nem néz ki valami biztatóan. Édua, kelj fel! Térj magadhoz! Lepsen, ne! Égi rohadék! Orel, ne hagyd, hogy az ágyhoz érjen! A picsába! Atias! Rohanj! Az epizódot írta és rendezte Bajnok Dávid és Nagy Borús Levente. Dramaturg Füredi Anikó. A karaktereket megszólaltatta Peller Anna, Bogdán Gergő, Siklósi Szilvia, Nagy Sándor, Jánpa Kriszta, Borsi Edit, Kómár Anikó, Nagy Lehel, Orbán Ágota, Pap Kornél, Szabó Dávid, Udvari Zsolt, Ülkei Zsófi, Kölesi Sándor, Parrag Zsombor, Dienes Ádám, Kalmár András és Ács Balázs. Narrátor Endrédi Máté. A zenét szerezte I Am Young és Cseterki Tamás. A hangeffekteket gyűjtötte és az epizódot vágta Varga Kata. Hangmérnök Horváth Vilmos Zoltán, grafika Szőke Kismárton. Külön köszönet Pap Kornélnak, Gavlik Zénónak, Gallusz Mártonnak, Fetije Oszmáninak, Molnár Mihály Lászlónak, Szikszai Bálintnak, Huber Jánosnak, Endrik Ádámnak, Gyurkovics Péternek, Balogh Gábornak, Frivalszki Majer Péternek, Katona Kornéliának, Kulcsár Gábornak, Ruzsányi Dávidnak és Madarász Istinek. Ha tetszett az epizód, keressétek fel weboldalunkat az odaben.hu címen, illetve kövessetek minket Instagramon, Facebookon és Twitteren. Vagy támogassatok minket az odaben a hangjáték sorozat Patreon oldalon.